Sziasztok, Borkolyok, és üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. A mai videó nem lesz más, mint egy értékelés a Mágikus Sárkányszív című könyvről. Igen, mostanában nagyon sok értékelés van a csatornán, ennek az az oka, hogy szeretnék nektek minél több jó könyvet ajánlani, és ha észrevettétek, akkor ebben a hónapban elég sok magyar szerző által írt könyvnek az értékelése került fel a csatornára, ez pedig szerintem azért nagyon jó, mert így rengeteg olyan szuper magyar könyvet tudunk megismerni, ami ráadásul fantasy is, ami a kedvenc műfajom, és én az elmúlt hónapban olvastam 3 nagyon jó magyar fantasyt, és ez itt az egyik. Szóval ezt a könyvet az író Scarlett D. Carter néven írta, egyébként még nem jelent meg ez a könyv, amikor ezt a videót felveszem. A könyvnek a moly oldalát be fogom rakni majd a leírásba, és akkor meg tudjátok nézni, mikor fog megjelenni, meg ilyenek, mert még egyelőre nincsen kiírva, de elvileg nyáron már kapható lesz a boltokban is. Ez a könyv a Garbo kiadónál jelent meg, és én még se a kiadóról, se a könyvről nem hallottam ugyebár eddig, ami hát nem meglepő, mivel még meg se jelent, mint már említettem, de nagyon megrültem, amikor az írónő azt mondta, hogy szívesen elküldi nekem a könyvet, ugyanis elolvasva, hogy miről szól, hogy fantasy, én teljesen megőrültem, hogy te jó ég, egy magyar fantasy, nagyon szeretném elolvasni. Úgyhogy el is olvastam. Egyébként a könyv majdnem 400 oldal, de viszonylag hamar átpörgettem, mert olyan a kis kiadás, amit én nagyon szeretek, hogy puhaborítós és ilyen, tudjátok, ilyen floppy, tehát ilyen könnyen lehet lapozgatni, például itt jársz, akkor is csak így kirakod, így például napozás közben is tudod olvasni, teljesen jó. Imádom ezeket a nagyon puha lapokat, szóval ez az egyik kedvenc puhaborítós kiadás típusom például. Szóval, miről szól a történet? Kezdjünk egy kicsit beszélni róla. Történet, mint már említettem, egy fantasy, méghozzá szerintem egy ifjúsági fantasy, ami egy sorozatnak az első része. A történet főszereplője Kisara, aki igazából egy sárkány. Ez most nem az általános értelemben vett sárkány, tehát nem az a pikkelyes repülni tudó sárkány, hanem igazából egy ember, aki egy sárkány. Hogyha valaki elolvassa a könyvet, akkor annak már érthetővé válik az, amit én most próbálok elmagyarázni, de nem tudok. Lényeg a lényeg, hogy ő igazából egy harcos, méghozzá nem is akármilyen, az egyik legjobb az országban, ahol ő él, és neki igazából az élete az, hogy küzdjön, harcoljon, ő igazából ebbe az életvilág, ebbe a világban nőtt fel, és neki vannak titkai, sok olyan dolgot titkol magáról, amit ugye mások nyilván nem tudnak, és hát derülnek róla igencsak meglepő dolgok, amik engem is igazán megleptek, és nagyon kíváncsi voltam, hogy ennek mi lesz a végkimenetele. Kiszorának vannak barátai, nem is egy, egészen sok, és ami nagyon tetszett, hogy mindegyik barátjának megvolt a saját jelleme, személyisége, különleges volt a kinézetük, nekem nagyon tetszett ez az egész. Kiszorá is képzeltem be, hogy kinézett szerintem ami csodálatos, tehát nagyon jól van írva az, hogy hogyan néznek ki. Igazából az egész tetszett arról, hogy Kiszorának részt kell venni egy kalandban, amit ugye már most nem nevezhetek meg, mert a spoiler lenne, de részt kell venni egy olyan kalandba, ami során rengeteget utazik, igazából fogságból fogságba esik, megismer új embereket, új lényeket, ugye, mivel ez egy fantasy, vannak benne tündérek, vannak benne óriások, vannak benne mindenféle lények, amik egy fantasy történetben lenni szoktak, és sok új embert is lényt ismer meg, mindegyikkel más-más lesz a kapcsolata, és igazából arról szól a történet, hogy ő vajon véghez tudja vinni azt, ami miatt igazából elindult ezen az úton. Igazán érdekes volt számomra a történet, én nagyon izgatottan vettem a kezembe így, hogy egy magyar fantasyról beszélünk, mert igazából ez volt az első magyar igazi fantasy, amit olvastam, és nekem igazából nagyon tetszett, és 4,5 csillagot adtam rá. Én nem hittem volna, hogy nekem ez ennyire tetszeni fog, ez azért van, mert általában a magyar írók közül nagyon kevésnek tudok így az írói stílusával, így igazából nagyon kevés magyar írónak a stílusára vagyok kapható, ez nem tudom miért van, ez sajnos így van, de akiket viszont szeretek, azokat iszonyatosan szeretem, és szerencsére ez ebben az esetben is így lett. Kíváncsian várom egyébként a második rész, bármilyen csak most fog megjelenni az első, de elég várom, hogy azt is elolvassam, és remélem jó sok része lett. Szóval ennek a történetnek 4,5 csillagot adtam, igazából annyi volt bele a bajom, ami nem is igazából a könyv hibája, hanem az enyém, hogy ugye sok volt benne a név, meg a lény per ember, és kicsit nehezen tudtam őket megegyezni, hogy kinek a kicsodája, és hogy mi a kapcsolat köztük, és hogy ő most igazából mit szeretne, de ez igazából az én hibám, nem a könyvé, szóval ezt nem tudom neki úgy igazán felróni. Alapjában véve nagyon tetszett a kötet, egyébként azt meg kell jegyeznem, hogy a borítót is az író tervezte, ami szerintem fantasztikus és gyönyörűen néz ki, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes dolog, nekem kicsit ilyen retrónak tűnik, ami szerintem fantasztikus, nekem ez így nagyon tetszik, úgyhogy igazából ez is egy jó pont. Úgyhogy, ha esetleg egy magyar fantasyt szeretnétek olvasni, én ezt teljes szívből tudom ajánlani, szerintem nagyon különleges, és azt is szerintem ez az írónak az első könyve, bár nem vagyok benne biztos, hogy tudok ki, ha tévedek, ez szerintem igazán érdekes, hogy egy ilyen jó tudott alkotni már első próbálkozásra is, úgyhogy, ha valaki szeretné, szerintem nyugodtan próbáljátok ki, tudom nektek ajánlani szeretettel. Ennyi lett volna már ez a kis értékelés, remélem tetszett nektek, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!